Sziasztok, én Cseppek, 99 vagyok. Ez pedig egy olyan videó lesz, nem is olyan videó lesz, hanem ez pedig a Hogyan legyen YouTube szának a negyedik fejezete. Nem fejezete, mert ez nem egy könyv, vagy lehet. Szóval a negyedik része. Ebben a fejezetben, még mindig fejezetet mondok, szóval ebben a részben a reklámozásról lesz egy picit szó. Ugye már az előző részben is említettem, de nem tudom ide. Szóval kezdjük. Ugye a videó nézettsége, hogyha teljesen kezdő vagy nulláról indulsz, akkor nem hiszem, hogy alapból az egekbe fog szárnyalni, persze van rá is, de elég kicsi. Szóval az elején neked kellett picit seggber lögdösni a videócskádat, hogy elterjedjen az interneten. És egyébként így tudod magadnak teremteni a közönséget, szóval olyan helyeken osztod meg, ahol szeretnéd, hogy, hogy azok az emberek nézzenek. Hogyha nem szégyenled a munkásságod, a haverjaid, barátaid, osztálytársaid, rokonaid körében, akkor szerintem először itt érdemes elterjeszteni, hiszen hogyha, mit tudom én, az osztálytársadnak küldöd el a videódat, akkor az elég valószínű, hogy megnézi, mit tudom én, az osztályod Facebook csoportjában, vagy simán kirakod a Facebookodra, és akkor így ki is végzed a baráti kört, mármint akit érdekel, az már meg is nézte. Ezután lehet ilyen fórumokat, oldalakat keresni, ahol hirdetheted a videóidat. Mondjuk egy Minecraft gameplayt a minecraft.hu-n, de már mondtam, hogy rohadtul nem ajánlom a Minecraft gameplay-t, úgyhogy inkább hagyjuk is ezt a példát. Ha nem keres mondjuk egy ahhoz a, azzal a témával foglalkozó oldalt, esetleg egy tutoriát, hogyha valaki... Na, várjunk. Szóval, ezt most előre elmondom, ha csináltál egy tutoriált, ezt valamikor használtam példának, hogy hogy lehet Windows 7-en screenshotot csinálni, akkor keres rá, hogy Windows 7 screenshot. Biztos lesz valami oldalon valami kérdés, ahol azt kérdezi valaki, hogy hogyan lehet Windows 7-en screenshotot csinálni. Akkor oda te be tudod linkelni ugye a videódat. Gondolom nem kell elmondani, hogy hogyan kell linkelni, de azért elmondom. Ott van a videó alatt, hogy leírás, nem tudom mi, és ott vagy megosztás, ott azt a linket kimásolod, és ha valahova beilleszted, akkor akkor szépen rá lehet kattintani, de azért szerintem ez egyszerű. Um, pár dolgot ajánlanék, hogy én, én például, hol hirdettem, hirdettem a videóimat. Facebookon van ez a csoport, ez a YouTube Hungary, ami szerintem egy tök jó, tök jó közösség van. Nem kifejezetten arra való, hogy a videódat hirdess, hanem ott inkább ugye videósok vannak, csak videósok vannak, tudnak egy pár tippet adni, hogy mi a szar, mi a jó, de azért egy picit hirdetni is lehet, szóval nagyon ajánlom ezt a csoportot, most éppen nem is tudom, hogy hogy lehet csatlakozni, de szerintem a leírásban ott lesz a link, hogyha szeretnétek így ti is tagjai lenni ennek a közösségnek, én is tagja vagyok, ugye, ez az egyik ilyen hirdetési lehetőség, meg Youtube-on van ez a Youtube hirdetőfal csoport, egyébként ugyanaz az alapítója, mint a Youtube hungary -nek. ehhez is ott lesz a link a leírásban, ez ide is szoktam posztolni a videóimat, de igazából nem, nem tudom, mennyi nézettség jön, meg itt rengetegen posztolják a videókat, de azért megéri megpróbálni. A másik ilyen lehetőség a kvközösség.hu, ami arra is jó, hogy tippeket adjanak, hogy mi a szar a videódban, és mi a jó a videódban, és egy picit azért hirdetnek is, egyébként ismerem a tulaját, rendes emberkel, szóval ide beküldöd a videódat, és akkor pár a később kikerül rá a kritika, mert ugye ez egy kritika író oldal. Egyébként valamelyik blogban már említettem, hogy um, hogy itt nem tudom, milyen pontszámot kaptam. Szóval ide érdemes beküldeni, mert egyrészt kritizálják, másrészt egy néző biztos lesz, ugye, a, aki kritikát ad rá és még a YouTube Angelihez annyit, hogyha valami videót kiposztolsz, akkor oda ír valami szöveget, meg egyébként is, ha akárhova posztolod a videódat, ír valami kicsi szöveget, hogy miről szól a videó, szintén, mint a leírás, mondjuk azt is akár oda posztolhatod, mert akkor azért jobban rákattintanak az emberek, mint hogyha csak a címet látják esetleg. Ezen kívül, hogyha már több videód is van, akkor úgy is tudod esetleg hirdetni az egyik videódat, hogy vannak ilyen, videóba ágyazott programok, ezt a valahol a beállítás menüben így találjátok meg, hogy videóba ágyazott programok, és akkor itt tudom, mit tudom, én a legújabb videódat ajánlod, és akkor ott följön minden videód, mondjuk bal alsó sarokban, hogy csétsen el, ezt ajánlja. És most egy picit szerintem, szerintem szóval egy picit arról is szeretnék beszélni, hogy hol ne hirdes, hol rossz, ha hirdetsz. Egyrészt, ami nagyon utálatos dolog, hogyha mások videója alatt hirdetsz hogy mit tudom én, Minecraftot csinálsz, nem, nem ezt a vett, vagy nem ezt a példát veszünk, mert ezt már mondtam, hogy nem ezt a példát veszünk, hanem csinálsz valami vlogot, akkor ne írj oda egy vlogos alá, hogy sziasztok, én is vlogot csinálok, nézzétek meg, bla bla bla, mert az úgy nagyon rosszul jössz ki abból, és csak a dislikeok fognak jönni. Lehet, hogy jön a megtekintés, de jön a dislike is. Amúgy az is fontos, hogyha valamit hirdetsz, akkor ne negatív hirdetés legyen. Mondjuk nem tudom ki az, aki negatív hirdetést akar csinálni, de hát lehet, hogy valaki csak nézettségre megy, de hát akkor az csak nézettségre menjen. A másik ilyen rossz módszer, vannak ilyenek, léteznek ilyen sötét módszerek, amikkel lehet a videó nézettségét növelni. Ez azon alapszik, hogy vagy pénzért, vagy egyéb videói, na szóval a mások videóinak a megtekintéseért, ilyen teljesen ismeretlen külföldi emberek nézik a videókat. Na most ez azért nem jó, mert így egyrészt nem lesz visszatérő közönséget, meg ezek csak megtekintések lesznek, igazából semmi. Szóval ezeket szerintem ne használd, meg egyébként a YouTube csapata se annyira szereti, akár bannolhatnak is érte, azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de szerintem bannolhatnak is érte, ami szintén nem jó, szóval még egyszer sötét módszerekkel ne kísérletezz, ne, ne, ne használd őket, és más videósok alatt se hirdes. És akkor ezután csak várni kell, esetleg valahol többször is megosztani szépen, lassan, hát ha elérsz egy kis nézettséget. Hogyha mégse, akkor nézzétek tovább ezt a sorozatot, hiszen ez rész ennyi volt. A következő részben nem járulom el, hogy miről lesz szó. Akkor minden esetre elköszönök. Sziasztok!